15 éve már, hogy minden évben három nagy szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést tart a NÉBIH. Tavasszal, nyáron és télen is jellemzően az ünnepkörökhöz kapcsolódnak ezek a vizsgálatok. A hatóság egész évben végez ellenőrzéseket, de ilyenkor megnövekszik bizonyos élelmiszerek fogyasztása, és fontos, hogy ezekből a legjobb minőséget tegyék a magyar családok az asztalra. Most a húsvétre készülnek. A étkezési tojást, sonkákat, zöldségeket, gyümölcsöket, hidegkonyhai termékeket, borokat és szeszes italokat ellenőrizzük, illetőleg a NÉBIH laboratóriumába ellenőrizzük a sonkákat, pálcolt, füstölt, nyert sonkákat és a tojásfestékeket, hogy ezek megfelelő minőségűek. Ilyenkor a NÉBIH és a vármegyei kormányhivatalok szakemberei kimennek a kereskedelmi egységekre, piacokra, feldolgozókhoz és a gyártókhoz. Ott végeznek egy olyan ellenőrzést, ahol a szavatosságot és hasonlókat vizsgálnak, illetőleg, hogyha olyan termék van, akkor visznek el mintát, és ezeket a mintákat a laboratóriumokban bevizsgálják, ott megvizsgálják, hogy jó minőségű-e, biztonságos-e, és hogy valóban az van-e benne, ami rá van írva. A kereskedelmi egységeket, piacokat, gyártókat és feldolgozókat, valamint a vendéglátóipari egységeket is ellenőrzik. Ennek célja a szemléletformálás. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan egyre jobb eredményekkel tudtak szolgálni az ellenőrzések után. Tavalyi évben országosan 2% volt, ahol hiba csúszott be. Az, hogy ez sok vagy kevés, azon lehet vitatkozni, de ez egy javuló tendencia. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy nullára lemenjünk, ehhez még dolgoznunk kell. Az előző évben 2750 ellenőrzés során 35 alkalommal kellett figyelmeztetést adni, 197 esetben bírságot, de a bírság az összesen 13 millió forint volt, tehát ez nem arról szól, hogy egy hatóság bírságokkal bevételt szerezzen magának, hanem arról, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a családok asztalra jó minőségű, biztonságos és lehetőleg magyar élelmiszer jusson. Szabolcs-Szatmár megyében az előző évben 121 ellenőrzést végeztünk, 3 darab tételt kellett kivonni a forgalomból összesen 23 kg mennyiségben. A magyar élelmiszeripar a kormánynak stratégiailag is fontos. Az előző Európai Uniós ciklusban 468 milliárd forintot költöttek élelmiszeripari fejlesztésekre, a következőben pedig 750 milliárd forintot terveznek. A cél, hogy modernebb eszközökkel, nagyobb mennyiségben, jobb minőségű élelmiszer tudjanak termelni a magyar családok számára. A NÉBIH szakembere azt is kiemelte, ha valaki nem megfelelő minőségű élelmiszert talál a polcokon, jelezze a hatóság felé az ingyenes zöld számon. A tavaszi szezonális ellenőrzés április 10-ig tart.